A Kismária Hortenzia honismereti kör évek óta szervez kulturális programokat a Kiszombori önkormányzat segítségével. Ez idén sincs másképp, ezúttal a Kiszombori nyári fesztiválra készülnek. Ez jövő hét hétfőn fog rajtolni, a Szent Ivánéi tűzugrással és néptánc találkozóval. A program 16 órakor kezdődik kézműves kiállítással, illetve a kézművesek segítségével a gyerekek gyöngyöt fűzhetnek, szőhetnek, fonhatnak. Közben néptánc és népzenei bemutató lesz, ahol nem csak helyi csoportok, hanem határon túliak is fellépnek. Érkeznek Nagyszent Miklósról és Óbesenyőről. Ezt követően kerül sor a tűzugrásra. Ez egy régi szokás, itt Kiszomboron felgyűjtöttük, hogy a két háború között is tartották a tűzugrás szokását. Ez egy egészségmegóvó szokás, illetve szerelemvarázsló szokás, és ezt a szokást, ezt a hagyományt újítottuk fel 10 évvel ezelőtt, pont 10 évvel ezelőtt kezdtük újjá éleszteni, és akkor szerveztük meg az első Szent Iván napi tűzugrást. Ez jól kibővült, immár harmadik éve néptánc és népzenei találkozóval, úgyhogy még több embert várunk hétfőn ide Kiszomborra a főtérre. A műsorok után este pedig meggyújtjuk a Szent Iváni tüzet, amit megvárunk, míg egy picit elcsendesedik, illetve leparázslik, mert hát a nagy tüzet nem lehet átugrani, mert megperkeli a lábunkat, és hát utána elkezdődik a tűzugrás, amire remélem, hogy immáron nagyon sokan fognak jelentkezni, mert 10 évvel ezelőtt, amikor kezdtük ezt a szokást visszaállítani, akkor még biztatni kellett mindenkit, hogy álljanak sorba és próbálják ki. Manapság már nem kell senkit se biztatni. Tavaly például vagy egy óráig tartott a tűzugrás, olyan sok pár, illetve fiatal ugrott át a tüzet, és hát ezért természetesen mindig jár valami jutalom, almát, a Szent Iváni almát, ez az első alma, ami megérik ilyenkor, azt fogják megkapni a résztvevők. Hát az ember mindig hosszú távra tervez, a Kismária Hortenzia kör is mindig hosszú távra tervez, de nem gondoltuk, hogy ilyen népszerű lesz. Nagyon örvendünk neki igazából. Ez azt jelenti, hogy az emberek fogékonyak erre a dologra, és szükségük van ezekre a programokra. Ezek jó alkalmak arra, hogy együtt legyen a Zombor lakossága, a gyerekekkel, felnőttekkel, egy kicsit a hétköznapokból megálljunk, illetve hát együtt szórakozzunk. Nagyon örülünk, hogy ilyen hosszú ideig tart, hát remélem, hogy még tovább 10 évig is meg lesz ez a szokás. A hétfői tűzugrást követő program július 7-én lesz, akkor a makói vegyes kar fog fellépni. 13-án nyit a kukoricaútvesztő, lesz közösségi nap és íjász találkozó. A nyári fesztivál a búcsúval ér véget augusztus 18-án.